A gazdasági növekedésről a Nemzeti Bank képviselői elmondták, hogy a korábban jelzett 3 helyett várhatóan 2,5%-os lesz. A hazai össztermék várható növekedése továbbra is meghaladja a dél-kelet-európai országok átlagát. A gazdasági növekedés lassúbb annál, amit szeretnénk, de a válság méreteinek tekintetében tudni kell, hogy a fellendülés sem lehet gyors és zökkenőmentes. A szakember elmondta még, hogy a hazai gazdasági tevékenység a fenntartható növekedés útján halad.